Стреляют! Villanógránáttal és gumilövedékkel oszlatta az elnök lemondását követelő tömeget a belarusz rohamrendőrség vasárnap este Minszkben. Tüntetők egy csoportja az államfői rezidencia elé akart vonulni, amikor a rendőrség durva fellépésébe ütköztek. Ez volt a 11. vasárnap, hogy az ellenzék felvonult a belarusz fővárosban, Alekszandr Lukasenka elnök távozását követelve. Vasárnap 100 000-es tömeg gyűlt össze az úgynevezett ultimátum napján. Az ellenzék ugyanis vasárnap éjfélig adott határidőt erre az augusztusi elnökválasztás csalással megnyerő államfőnek, ellenkező esetre országos sztrájkot hirdettek. A kelet-európai országot 26 éve irányító Lukasenka korábban alkotmányos reformot ígért, de a hatalomról nem hajlandó lemondani. A sztrájk döntő fordulat lehet. Ha a munkavállalók nem csatlakoznak nagy tömegben, akkor az gyengítheti az ellenzék lendületét, ha igen, az térdre kényszerítheti a rendszert.